hogy gyakran alakul ki a felnőttkort is érintő egészségügyi probléma. A tinédzserkori elhízás nőgyógyászati vonatkozásai is napirendre kerültek a napokban a Gyulai Vigadóban megrendezett konferencián. A Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság 42. kongresszusán Juhász Alpár Gábor előadásából kiderült, szinte járványos méreteket öltött az elhízás. 2016-ban világszerte 2 milliárd túlsúlyos ember élt, hazánkban a lányok 10%-a esett ebbe a kategóriába. Ennek a problémának pedig nőgyógyászati vonatkozásai is vannak. Azt gondolom, hogy a gyermeknőgyógyászat területén a gyógyítás, az egészség megőrzése mellett különösen fontos, majd nap a reproduktív egészségnek a megőrzése. Az eseményen Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató főorvosa a reproduktív egészség megőrzésének fontosságáról beszélt. Görgényi Ernő gyulai polgármester az itt élők egészséges környezet iránti igényére hívta fel a figyelmet. A Göndöcskert volt a város első közparkja, a konferenciának is az itt található Vigadó adott otthont. Gyula város önkormányzata és a Vármegyei Kórház között hagyományosan erős, szoros és sokrétű az együttműködés, amely kiterjed az orvos kongresszusok szervezésének támogatására is. Hogy milyen sokrétű az együttműködésünk, azt talán az is mutatja, hogy innen majd rövidesen el kell menjek, mert egy óvodába tartok. Ma van a koroszülöttek világnapja, és a koroszülöttek világnapja alkalmából az egyik óvodába érkezik az a mentőautó, vagy a koroszülött mentőautó, amelyet közadakozásból sikerült megvásárolni, és a közadakozás eredményességének záloga a Vármegyei Kórház és Gyulaváros önkormányzata közötti szoros együttműködés volt. 3 nap alatt 3 olyan konferenciát rendeztek Gyulán és Békés Csabán, melyen szülészettel, nőgyógyászattal és a reprodukcióval kapcsolatos kérdések is előkerültek. A gyulai törvényszéken a hagyományos orvos-jogász konferenciát tartották meg, utána következett a vigadóbeli esemény. Mostani előadások és az aktuális témákat, így a HPV elleni küzdelmet és felölelik a védőoltások jelentőségét, amely városunkban is a 7. osztályos mind a fiúk, mind a lányok számára önkéntes alapon lehetséges. Békés Csabán a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság országos kongresszusát tartották, melyen a családról, a nemzetről és a megmaradásról esett szó.